Csináltam egy eszközt. Hoppá. Ez egy fakirágy. Nem akárkinek való. Az a helyzet, hogy hoztam léggömböt, és most szeretnék valakit kiválasztani, aki jelentkezik. Olyan kéne, aki nem nagyon gyönge. Jössz? Jó. Itt van egy léggömb. Ezt a léggömböt én fölfújom. Mi a kereszt neved? Domi. Domi. Igen. Jó. Figyelj ide, Domi, elmondom, mi lesz a feladatod. Itt van ez a fakirágy. 139 darab szög van benne. 13x13, vagy 12x12, már nem emlékszem, de az biztos, hogy nem kevés. Én ezt ide rárakom. Hoztam egy deszkát, hogy meg ne sérüljön a kezed. És az lesz a feladatod, hogy itt megállsz, így nyújtott kézzel, így, és megpróbáld kidurrantani. Állj, állj, lögdösni nem ér. Tehát egyenletesen növekvő erővel, és várj egy kicsit a szélén, ne a szélén csináljuk, hanem itt a közepén. Így, jó? Nagy feladat egyébként. Az a helyzet, hogy ezért erre van kitalálva ez a kísérlet. Na, az, tapsolják meg. Na. Ne menj el. Azért megbeszéljük, aki nem volt egyszerű. Igen, már nyomás. Nem volt egyszerű. Ugye azt kell tudni, hogyha megpróbálnánk egy olyat, hogy egy szöget így beletennénk egy darab bot a léggömbbe, akkor megnéznénk, hogy mekkora az az erőmvel ki lehet döfni. Annak épp a 121 nehányszorosa volt. Nem biztos, hogy mindegyik ráért. Éppen ezért ez egy idő után nem egy egyszerű dolog. Ennél sokkal nehezebb, ezt azért mondom, hogyha valaki otthon mondjuk az ismerősével ki akar szúrni, hogy próbálja meg, hogy fölfúj egy léggömböt, és mondja meg a kollégájának, vagy akárkinek, hogy nyújtott kézzel így, annélkül, hogy beleereszteni a körmét, durrancs el. Esélytelen. Foglalj helyet.